Szép jó napot kívánok, sziasztok, ciao mindenkinek! Kezdjünk bele, szóval az a helyzet, hogy 2021. december 6-a van, ami azt jelenti gyakorlatilag, hogy több mint két évig találkoztunk igazából nap mint nap veletek itt a Facebookon. Hát ezelőtt ugye volt egy talán egy-két hónap ticses időszak, ha jól tudom, szia Gergő, én is örülök. Volt egy két hónapos ticses időszak, illetve volt előtte még talán egy három éves YouTube-os időszak. Tehát gyakorlatilag így nézünk ki, ami azt jelenti, hogy 3 az 5, az 6 év. 6 évet töltöttem el azzal, hogy minden nap előadásokat tartottam, illetve tartok. Több-kevesebb sikerrel, valamikor nagyon sokan voltunk, valamikor nagyon kevesen voltunk, de igazából mindig megvoltunk, és én úgy gondolom, hogy nem lehet mindig 100%-os előadásokat csinálni, mert hiszen mindenkinek most éppen rossz kedve van, vagy jó kedve van, vagy nyűgös. Ezzel én is így vagyok, valamikor jó kedvem van, valamikor rossz kedvem van, valamikor egyszerűen vállalhatatlan az egész. De hát ettől jók ezek az előadások szerintem, és ettől jó igazából az, hogy hát ez az előadás varázsa, tudjátok. Belenyomod az előadást, aztán lesz, ami lesz. Alakul, ahogy alakul. Ezért szoktam mindig mondani, amikor kérdezitek mondjuk a GTA 5-ös előadásoknál, hogy what the fuck, meg hogy most mi lesz, fogalmam sincs, elindulunk, aztán valami történik. Szóval az igazság, hogy a 6 év az nagyon-nagyon sok idő, és hát rengeteg-rengeteg minden dolog változik a dologban. Mint például az, hogy most megyünk GTA 5-özni, csak vicceltem. Na jó, szóval 747 napja itt vagyok veled, nagyon szépen köszi Tibikén. Szóval 6 év azért az sok idő, elfárad az ember. Nem is azt mondom, hogy megunja, egy kicsit ugye belefásul. Ugyanolyanok lesznek a napok, hogyha megy a szekér, akkor jó, ha nem megy a szekér, akkor ugye kevésbé jó, stb. Szóval igazából ez egy ilyen dolog. Ezzel annyira nem is érdemes vitatkozni, mert ez így van. Szerintem mindenki tudja, aki már tartott élőadásokat, vagy nézhetek élőadásokat. Nem minden élőadás ugyanolyan, nem minden élőadás egyforma. Valamikor jobb, valamikor szarabb. Ez ilyen. Szóval a lényeg az, hogy több dologról kell beszélnünk. Lesznek benne viszonylag szomorú hírek, lesznek benne örömhírek, lesz benne minden is. Zoltán, Renike, Kinguci, nagyon szépen köszi a lájkot. Na, úgyhogy csapjunk bele a dolgba, jó? Tehát igazából elment 6 év, nekem is nagyon sok mindent át kellett értékelnem ez alatt a 6 év alatt, hogy mit értem el ez alatt a 6 év alatt, mit adott nekem ez az egész dolog a 6 év alatt, miben lettem másabb ebben a 6 év alatt, akár... Hát nehéz. Személyiség változásokon megy át, ugye az ember, én is átmentem rengeteg személyiségváltozáson szerintem a 6 év alatt. Anyagi változásokon is átmentem a 6 év alatt, igazából egyszer fent, egyszer lent. Úgyhogy nagyon sok mindent kellett, Klau, nagyon szépen köszi a 145 csillagot. Szóval nagyon sok mindent kellett mérlegelni igazából. Nem tudom, hogy tudjátok-e, még amikor én dolgoztam, ugye én az üzleti életből jöttem ide, tehát nekem az eredeti szakmám, illetve a végzettségem alapján műszaki menedzser vagyok. Marketingesként, illetve marketing vezetőként, meg értékesítési vezetőként dolgoztam nagyon-nagyon sokáig, gyakorlatilag 9 évig az IT szektorban, és gyakorlatilag onnan váltottam felnőtt fejjel a streamelés világába. Hát mondjuk a marketing az ugye nem áll távol, tehát igazából adta magát az egész, és úgy voltam vele, hogy ha sikerül az első pár hónapban elérni, még emlékszem a YouTube-ban 1000 feliratkozót, akkor úgy voltam vele, hogy akkor belemegyek, és akkor elkezdek valami teljesen más dolgot csinálni, mint amit egyébként az életem folyamán csináltam. És hát nem csak, hogy 1000 feliratkozót sikerült elérni annó a YouTube-on, hanem 10 000-et igazából 2 hónap alatt. És ez volt az első olyan lendület, amikor megéreztem azt, hogy jó dolgok ezek, meg érdemes vele foglalkozni, érdemes megpróbálni. Hozzáteszem, ez 6 éve volt, tehát
másabb volt elkezdeni 6 évvel ezelőtt egy YouTube csatornát, vagy élőadásokat elkezdeni, mint például most. Ugye manapság már fűfa streamer legalábbis élőadásokat közvetít az internetre, több-kevesebb sikerrel. Rengetegen vannak ezek az emberek, akik megpróbálják az idézőjelbe szerencséjüket. Aztán nagyon-nagyon olyan kevés embernek adatik meg tulajdonképpen, hogy akár 5-nél több ember előtt vitézkedjen az interneten és mutassa meg magát a nagyvilágnak. Úgyhogy én erre abszolút büszke vagyok, és örülök neki, hogy sikerült 6 éven keresztül igazából fenntartani valamit. Zozó, nagyon szépen köszi a 45-öt. Én úgy gondolom, hogy voltak, illetve vannak nagyon szép emlékeim, illetve nagyon szép olyan dolgaim, amik vittek előre a 6 évbe, és ezek motiváltak engem igazából éveken keresztül. A YouTube-on, aztán egy hónapig a Twitch-en, aztán ugye most itt 2 éven keresztül a Facebookon. És egyébként ilyenkor gondolkozok el azon, hogy most például azért itt vagyunk majdnem 300-an. Hát jó, nyilván ez játék is, játéktől is függ, de ugye az utóbbi időben gyakorlatilag az átlag nézőszámunk az... jó, azt is el kell mondani, hogy ugye Warzone-oztunk nagyon sokáig, ami ugye több embernek izgalmas, több embernek nem, valakit érdekel, valakit nem. De azért a 70-et ütötte az annó mondjuk a 2500-3000 helyett. Aztán utána lettünk egy átlag, körülbelül egy olyan, nem tudom, hát itt szépen lassan úgy hát gyakorlatilag elfogytunk. Most kár ezen igazából miért beszélni, mindenkinek megvan a saját oka, hogy miért. Én nem is kérem ezt számon senki, hiszen én sem nézek minden nap élőadásokat, én sem csinálom minden nap ugyanazt, azt kivételével, hogy streamelek, szóval ez szerintem ez így van rendjén. És Kevin leírja, hogy se jussú, van egy teljesen egyedül nulláról, hogy tömti a szerverem. Kb. 4 hónapja csináljuk, és lenne egy pár kérdésem privátban. Kevin, csak neked, csak most, ír le, esküszöm, válaszolok rá. Ír le, jó? Szóval a lényeg az, hogy hát igazából voltak olyan emberek, akik ugye kitartottak gyakorlatilag egészen mostanáig, és még akkor is, hogyha szerintem mind a ketten tudjuk, hogyha egy kicsit a tükörben nézünk, hogy az elmúlt időszakban az élőadásoknak a minősége, illetve az élő... Már mondjuk a hangulatát azt nem mondom, mert szerintem azért jól éreztük magunkat ilyen kis családias légkörben is, és el voltunk, de az kétségtelen, hogy teljesen más egy nagyobb nézőszámú, pörgős, csetes élőadást tartani, mi sem egy kisebb nézőszámú, kevésbé pörgős, csetes élőadást tartani. Remélem, hogy egyszer mindenkinek az életében meg fog az adatni, vagy adódni, hogy streamelhet akár csak fele annyi embernek, mint amennyinek én streameltem az elmúlt 6 évben, ami összességében, hogyha a számokat nézzük, azért az nagyon-nagyon sok ember. Tehát volt olyan, amikor majdnem 4000-en voltunk, nagyon-nagyon jó idők voltak azok, nagyon-nagyon szerettem őket. Nagyon szépen köszi Lacikám a 30 csillagot, miattad kezdtem el a streameket nézni, és hát annak nagyon-nagyon örülök egyébként, hogy a mai napig egyébként rengetegen írtok, hogy miattad kezdtem el élőadásokat tartani, vagy miattad néztem streameket, vagy volt, amikor jobbá tetted a napod, amikor éppen szomorú voltam, stb. Ezekért csinálja szerintem az ember, legalábbis a többsége. Nyilván van egy réteg, aki inkább az anyagi részét. Én sosem titkoltam, hogy nekem mind a kettő fontos volt. Nekem fontos volt az anyagi része is, hiszen családom van, számláim vannak, mint mindenki másnak, és mindenki úgy keresi meg a kenyerét, ahogy tudja, meg ahogy az élet adatik neki. Én az elmúlt gyakorlatilag 3 évben kizárólag ebből kerestem meg a kenyeremet, és fizettem ki a számláimat, ami igazából 2-3 részből tevődött össze. Egyrésztről a csillagok, ami mondjuk a csillagok hazudok, mert a csillagokat nem, mert a csillagokat mindig a különböző eszközökre fordítottam, tehát a körbenézek, akkor gyakorlatilag nagyon-nagyon sok
periféria és egyéb ilyen dolog van, ami kurva sokba kerül, és ezeknek a nagy-nagy részét az elmúlt időszakban igazából ti hoztátok össze, amit tényleg nagyon-nagyon szépen köszönök, hiszen rengeteg-rengeteg dologban segítettetek, még ha nem is tudtatok róla egyébként, de tényleg nagyon-nagyon sok mindenben. Tehát az, hogy most Laci is beküldte a 30 csillagot, vagy előtte Zozo a 45-öt, vagy Klau a 145-öt, hozzáteszem Claudia az elmúlt időszakban játszotta a Kujbus Jánost, aki tényleg nagyon-nagyon sokat segített az utóbbi időszakban is, még hogyha nem is köszöntem úgy meg, de azért igyekeztem átadni azokat a dolgokat, hogy tényleg nagyon hálás vagyok ezeknek az embereknek, akik nap mint nap itt voltak, és segítettek abban, hogy ezek az élőadások menjenek tovább és tovább. Danikám, neked is nagyon szépen köszi az 50 csillagot. Úgyhogy ezekre nagyon-nagyon jó dolog visszaemlékezni, és ezek a dolgok azok, amikre tényleg még öregkoromban is fogok emlékezni, és boldogan fogok visszagondolni ezekre az évekre, a pillanatokra, mert tényleg mert nagyon jó pillanatok voltak ezek, és nagyon sok örömet okoztatok nekem, még úgy is, hogy még szerintem nem tudtatok róla. Még azok az emberek, akik beírták, hogy a kurva anyádjusú, vagy kopaszjusú, vagy mit, még ezek is, mert ezek az emberek is itt voltak, rászánták az időt, hogy jöjjenek, bekukucskáljanak. Nyilván az ember akkor úgy megkapja, akkor nem esik jól neki. Ezt évek alatt azért szerintem már elég jól megtanultam kezelni, és abszolút lepereg, és inkább a pozitív oldalát nézem ezeket a dolgoknak. De attól függetlenül ezek megtörténtek, és tényleg jók voltak. Úgyhogy ezeknek tudatában kellett mérlegelnem igazából ezt a két évet, és kellett néznem azt, hogy nekem mi a legjobb, a családomnak mi a legjobb, és hát igazából nektek mi a legjobb. Mert hogy azért ezt sem szabad elfelejteni, hogy azokat az embereket csak így itt hagyni azért az elég nehéz dolog. Nagyon szépen köszi az 50-es Danikám, köszönöm szépen. Úgyhogy ezekkel a dolgokon kellett elgondolkodni, és mérlegelni a hogyan továbbot, és úgy gondoltam, hogy jelentős változtatásokra lesz szükség a közeljövőben, hogy egyrésztről én is tudjam tovább élni az életemet, el tudjam tartani a családomat, jól érezzem magam mellette, azt csináljak, amit szeretek, úgyhogy hát sok-sok minden kavarog ilyenkor az ember fejébe, meg sok mindent mérlegelnie kell. Nem egy új keletű dolog ez egyébként, tehát akik mondjuk nézik az élő adásokat, akkor tudhatjátok már, hogy szeptemberben, amikor én megújítottam a Facebook partnerségemet, akkor nekem az egyik kitételem az volt, hogy egy olyan platformon szeretnék streamelni, ami működik. És nem csak ideiglenesen működik, egyszer, kétszer, háromszor. Krisztián, nagyon szépen köszi a 99, vagy a 90 csillagot, hanem úgy unblock, hogy működik. Tehát, hogy nekem azért nincsen nagy elvárásom igazából. Egyetlen egy dolog elvárásom van, hogy ha én egy élő adást csinálok egy adott platformon, ott az élő adásoknak egy bizonyos százaléka, nem kérek sokat, 60-70 százaléka menjen ki. Na most jelen pillanatban ugye a Facebookon gyakorlatilag ezek az élőadások nem mennek ki. Na most azért azt is bele kell rakni a Facebookba, hogy a Facebook egyébként összességében szerintem senkinek nem kell bemutatni. Tudjuk, hogy a Facebook összességében milyen célokkal csinálja, amit csinál. Azért nem fogok negatív dolgokat mondani, mert nem szarok oda, ahol leszek. Úgyhogy igazából nem arról fog szólni ez az élőadás, hogy mi volt a rossz, és szerintem mind kéne változtatni, vagy mindenki kapja be, stb., mert ezek nem visznek szerintem előre senkit.
hanem inkább arról fogok beszélni nektek, hogy mi várható, és mik azok a dolgok, amikkel én úgy gondolom, hogy talán-talán megoldást tudunk tenni, hogy mindenkinek jó legyen. Úgy hívjuk ezt, hogy a végtelenbe is tovább. Igen, Ati, nagyon szépen köszi a 145-öt. Szóval van egy tök jó mondás erre, tudod, hogy a kecske is, meg a káposzta is tipikus esete ennek a dolognak. És én igazából kitaláltam egy olyan dolgot, ami a kecske és a káposzta dolgot próbálja meg egyben tartani, hogy mindenki jól járjon, hogy mindenkinek rendben legyenek a dolgai, azok az embereket ne kelljen cserbe hagyjam, akik nap mint nap néztek, illetve az én szórakozásom se vesszen el, de mellette nyilvánvalóan fontos az, hogy az anyagi dolog is tudjon működni, mert hát szégyen vagy nem szégyen, a számlákat nekem is ugyanúgy ki kell fizetni, mint mindenki másnak. Úgyhogy gyakorlatilag én december 30-ától a Facebookos partnerségemet én köszöntem szépen, és visszamondtam. Tehát tulajdonképpen én december 30-ától még ebben a hónapban gyakorlatilag Facebook partner vagyok, de január 1-től már nem. Ennek több oka van. Ez egy tök jó közös megegyezés volt igazából a Facebookkal, tök jó fejek voltak. Ugye nekem alapvetően szerződésem van a Facebookkal, ami azt jelenti, hogy 2021. szeptemberéig én igazából nem mondhattam volna fel a szerződésemet, hiszen egy olyan szerződést írtam alá, ami azt mondja, hogy én nem streamelhetek gyakorlatilag csak egy bizonyos helyen, és a többi, és a többi. Ezért nyilvánvalóan én megkaptam azt a fix havi összeget, amit megkaptam. Ezt mindenki eldönti, hogy ez sok vagy kevés. Igazából teljesen mindegy. Én nagyon szívesen elmondanám, de nem mondhatom el. Úgyhogy ezzel a részével sajnos nem tudok segíteni, pedig tényleg esküszöm, elmondanám. Nem vagyok egy irigy ember, én elmondom nagyon szívesen, de a lényeg az, hogy 2021. december 30-ától a Facebook partnerségem az megszűnik létezni. Amit őszintén szólva, igazából én kezdeményeztem több okból is. Az egyrésztről ugye az értesítések miatt, a másrésztről pedig azért, mert gyakorlatilag igazából én úgy érzem, és valamilyen szinten ezt biztos forrásból tudom alátámasztani, hogy a Facebook algoritmusai azok nem feltétlenül vannak teljesen rendben, de szerintem ez nem kell egy túl nagy ész. Nem tudom, hogy ebbe belemenjek-e, mert ez inkább már ilyen ócsárolás szintű, úgyhogy ezt inkább, bocsánat, de ezt inkább ebből kilépnék és skippelem. Szóval a lényeg az, hogy vannak vele problémák, és nem mindig működött úgy, ahogy kellett volna. Úgyhogy ennek hatására döntöttem úgy, hogy igazából ennek sok értelme nincsen. Tehát tök jó dolog lenne az, hogy tényleg működjenek ezek a dolgok, de az a helyzet, hogy jelen pillanatban ebben a felállásban én úgy gondolom, hogy hosszú távon nem működik. Mert nem működik. Mert látjuk, hogy nem működik, igazából kár titkolni, hogy nem működik. Ez két részből tevődhet össze, hogy nem működik az egy részről, sőt, gyakorlatilag inkább másfél részből. Egy jó nagy rész vagyok én, és egy fél rész mondjuk, bocsánat, két és fél rész. Egy másik része a játék, a harmadik része pedig a platform. Na most ebből mit tudunk kiküszöbölni? Hát a platformot azt ki tudjuk küszöbölni igazából, a játékot azt nem biztos, hogy ki tudjuk küszöbölni, mert én mindig is úgy voltam vele, hogyha nagyon-nagyon fontos lenne nekem a nézőszám, és sírva kapaszkodnék ezekbe a számokba bele, akkor valószínűleg az életem folyamán a GTA 5 játékkal játszanék, hiszen gyakorlatilag ott vagyunk a legtöbben. Kár ezt tagadni. Azt szeretitek a legjobban, viszont azt is meg kell értenetek, hogy egész életemben nem tudok GTA 5-tel játszani. Tehát nagyon-nagyon nehéz folyamatosan egy játékkal játszani és csinálni a tartalmakat. Egyrésztről én is megunom, másrésztről ti is megunjátok.
Harmad rész meg jelen pillanatban nincsenek olyan szerverek, amik új dolgokat tudnának alánk tenni. Majd kicsit is magatokban észtek és elgondolkodtok rajta, hogy mennyire élvezitek most a GTA 5-öt, és mondjuk mennyire élveztétek mondjuk egy évvel ezelőtt, akkor szerintem, ha a szívetekre teszitek a kezeteket, akkor azt mondjátok, hogy az egy évvel ezelőtti GTA 5 volt a tuti, és most már azért annyira nem. Én is ezt érzem egyébként, és gyakorlatilag én azt gondolom, hogy jelen pillanatban a Facebookos platform és maga a Facebook az egyenlő a GTA 5-tel. Tehát ha GTA 5-öt streamelsz, akkor el tudsz cevickélni, és úgy el vagy szépen úgy a vizen elevickélsz, de hogyha más játékkal szeretnél játszani, akkor onnantól kezdve nincs, aki nézze. Ennek két oka van. Az egyik az, hogy ugye alapvetően a Facebook az nem egy streamer platform. Tehát nem egy olyan platform, ahol játékosok vannak. A Facebook egy olyan platform, ahol ott van Stifler Zozó, Varga Krisztián, Roland Bokos, Norbert Péntek, Kis Norbert, Elekné Horváth Viktória, Tóth Dávid. Idézőjelben minden jó indulattal tényleg, tehát nem negatívan, egyszerű emberek. Ami azt jelenti, hogy nem gamer emberek, nem streamer emberek, hanem állampolgárok, magyar emberek, akik lehet még Gazsi, Frici, Jóska Pista, faszom tudja még kicsoda. Tehát a lényeg az, hogy ők nem azért regisztráltak a Facebookra, mert élőadást szeretnének látni, vagy hatalmas gameplayeket szeretnének látni, hanem azért regisztráltak a Facebookra, hogy kapcsolatot tartsanak az emberekkel. És a barátaikkal, a családjaikkal, hogy ki tudják dumálni a dolgokat, hogy emótokat tudjanak egymásnak küldeni, hogy tudják a másikról, hogy mi újság van, nem azért, mert játékokat szeretnének nézni. És mivel nem játékokat szeretnének nézni, én azt gondolom, hogy a GTA 5 az egyik olyan játék, ami ezeket az embereket megfogja, hiszen valamilyen szinten tudnak vele azonosulni, mert a GTA 5 az talán mondhatni egy olyan játéknak, aki mondjuk a felnőttek is nagyon szívesen eljátszanak, foglalkoznak vele, nézik, stb. Élvezik, de ez nem mondható a minden játékról. Tehát például, ha én elindítok itt egy Minecraft Live-ot, akkor sem a Roland Bokros, se a Stifler Zozót, se a Márton Szőkét, se senkit nem fog érdekelni, mert ő a barátaival szeretné tartani a kapcsolatot, nem a Minecraft videókat nézni. Efelől mondom, a GTA 5 az kivétel. Ezt láthatni mindenhol, tehát ott van tényleg most minden reklám, meg minden nélkül. Ott van például a Zsozé, nagyon-nagyon jó példa rá, és ott is igazából gyakorlatilag inkább lefele mennek a számok, mint fölfele. És ez nem az ő hibája szerintem, hanem azért, mert hát ez így van rendjén szerintem. Más dolog 2000 emberből veszteni mondjuk a felét, vagy a háromnegyedét, meg más dolog 10 000 emberből veszteni a felét, vagy a negyedét. És hát nekünk nem volt 10 000 emberünk, akik itt voltak az élőadásokon, viszont volt egy stabil 2000, aztán volt egy stabil 1000, aztán volt egy stabil 500, most egy stabil 300 van igazából, ahogy így elnézem. De hogy a lényeg az, hogy ez nem az a platform, ahol hosszú távon még nem az. Aztán lehet, hogy később az lesz, én nem tartom valószínűleg egyébként, pont ezért nem vagyok a továbbiakban Facebook partner, mert egyszerűen nekem elfogyott a hitem ebben az egészben. Az elején nagyon jól indult, viszont utána gyakorlatilag a Facebook a saját segét nyalt, aki nem, tényleg ezt nem tudom másképp fogalmazni. Gyakorlatilag nagyon sok mindenben ellehetetlenítette a streamereket, beszartak. Valószínűleg azért, mert rengeteg streamer lett mostanában már a Facebookon is, tisztában vagyunk vele, de az a helyzet, hogy én inkább ezzel foglalkoztam volna, hogy mondjuk az értesítések menjenek ki, hogy egy stabil platform legyen, nem azzal, hogy éppenséggel most csillagpartit lehet csinálni decemberben például. Én elhiszem, hogy ez bevétel, én elhiszem, hogy ez nagyon jó, mert egy bizonyos százaléka ugye nyilván a Facebooknak a zsebében marad. Én ezt nem is bántom, hiszen ő adja a platformot, ő az apuka.
ezzel semmi probléma nincs, csak ez mellett kellett volna foglalkozni, illetve kellene foglalkozni olyan dolgokkal, amikkel talán már előbb kellett volna elkezdeni foglalkozni, és akkor nem lennének rossz ízű dolgok a streamereknek, mert ugye nagyon sokan gyakorlatilag vagy felhagyták a streamerkedést, vagy elmentek másik platformon a Facebookról, és ez egyedül a Facebooknak a hibája, senki másé, nem a streameré. A streamer egyetlen egy dolgot szeretne ettől a világtól, egy olyan platformot, ahol mindig kimennek az értesítések, egy olyan platformon, ahol sok embert el tud érni, és egy olyan platformot, ahol mindenki saját maga tudja eldönteni, hogy szeretné nézni ezt az élőadást, vagy nem, nem pedig egy algoritmus. Legalábbis az én álmom az ez. Úgyhogy Kis Laci, nagyon szépen köszi a 99 csillagot. Úgyhogy mit tud csinálni az egyszerű ember, mit tudok csinálni én? Két dolgot, illetve hármat. Az egyik, hogy maradunk itt, és minden megy tovább, úgy ahogy eddig, de akkor meg igazából mi értelme volt visszamondani a partnerséget, meg mi értelme volt idegeskedni azon, bele kell szarni, leülök, csinálom az élő adást, azt aki itt van, aki nem, megyek. Ez nekem, ez nem volt szimpatikus ez a döntés. Volt még egy döntési alternatíva, amivel nagyon-nagyon sokáig játszottam a gondolattal, hogy átmegyünk másik platformra esetleg, és volt még egy harmadik, amivel szintén nagyon-nagyon sok mindent át kellett gondolni, az, hogy igazából hagyom a picsába az egészet, felnőtt ember vagyok, egyetemi diplomával, beszélek nyelvet, annyira hülye talán nem vagyok, mint amennyire kinézek, és akkor csinálom a saját életemet a streamelések nélkül. Viszont az a helyzet, hogy a platformváltással kapcsolatban, hogy ott azok voltak az érvek, hogy ha nem szeretnéd otthagyni, és ha nagyon nehezen hagyod ott a nézőidet, meg amit csinálsz, akkor ugye igazából nagyon nehéz azt mondani, hogy jó, akkor zárjunk le egy életszakaszt, 6 év, köszi szépen, kuka, és akkor megyünk tovább. Szóval ez azért nagyon nehéz, viszont nagyon-nagyon nehéz az is, az a döntés, hogy jó, akkor szedjük össze a cuccunkat, vegyük föl a pulóvert, a nadrágot, a kabátot, és akkor húzzunk át egy másik platformra. És ebből a kettőből kellett igazából eldöntenem azt, hogy a továbbiakban én mit szeretnék csinálni. És én úgy döntöttem, és remélem, hogy ez sokatoknak leginkább örömet fog okozni, mint sem bánatot, hogy nem streamelek a továbbiakban élőadásokat Facebookon. Jó, ez kicsit ilyen hatásodás volt nála, de azért jól összeraktam. Szóval a lényeg az, hogy a 2022-es évet igazából én úgy gondolom, hogy tehát nem szeretnélek benneteket itt hagyni, én nagyon-nagyon megszerettem itt nagyon-nagyon sok embert. Nagyon szépen köszönöm az 50-est és a 30-at, mindjárt felolvasom őket, jó? Szóval a lényeg az, hogy mivel nagyon-nagyon sok ember a Twitch-en van jelen pillanatban, és a Twitch-en tengeti a naplait, és igazából tudom, hogy sokkal jobban szeretitek a Twitch platformot, mint a Facebookot. Sokkal többen nézik is, és sokkal többen vannak olyan emberek, akik leginkább olyan dolgokkal foglalkoznak, mint például én is, amik mondjuk legyen egy Warzone, vagy egy Tarkov, vagy mondjuk egy GTA, stb. Mondjuk a GTA az kivétel, amiket azon a más platformon többen nézik, és többen értékelik, mint itt. El tudnék itt lenni, szerintem, hogyha elkezdenék folyamatosan GTA 5-özni, akkor lennénk 500-an, például, most mondtam valamit, de én nem tudok, értsétek meg, nem tudok az életem végéig a GTA 5 játékkal játszani. Tehát tőletek sem várom el azt, hogy minden nap itt üljetek, és mindenki, nem tudom, 4 órán keresztül, 6 órán keresztül, mert ugye a legutóbbi élőadások már 6 órásak voltak, ami nem feltétlenül azért volt, mert én szerettem volna 6 órás élőadásokat csinálni, hanem mert a Facebook egy olyan szerződésbe kényszerítette igazából bele az embereket, a streamereket, ami én azt gondolom, hogy az élőadásokat roncsolta. Ami azt jelenti, hogy sokkal, de sokkal több
órát kellett ugye egy adott streamernek streamelnie, mint egyébként az a kezdésnél volt. Mit eredményez ez? Ez azt eredményezi, hogy nem mindegy, hogy 4 órán keresztül téped a pofádat, vagy nem mindegy, hogy 6 órán keresztül, vagy nem mindegy, hogy 1 órán keresztül. Tehát fizikailag nem tudsz 6 órán keresztül egyfolytában a toppon lenni minden nap. És ez az én előadásaimon is meglátszott, egyszerűen elfáradsz. Tehát nem tudsz vele mit csinálni, bármennyire próbálkozol, bármennyire is szeretnéd aktívan eltölteni ezt az időt, egyszerűen 6 órán keresztül folyamatosan pofázni, minden nap éveken keresztül lehetetlen. Kiégsz, meghalsz, kész, beteg leszel, stb. Tehát nagyon-nagyon nehéz. És én ezt nem akartam vállalni. Tehát én azt szeretném, hogy lehet, hogy kevesebbet fogunk streamelni, tehát lehet, hogy mondjuk ezek a streamek nem 6 órásak lesznek, hanem 4 órások, viszont az a kibaszott 4 órás stream az legalább 5-szor olyan pörgős lesz, mint mondjuk egy 6 órás stream, vagy egy 8 órás stream. Hapciznom kell, nem sokára, bocsi érte, lehet, hogy hirtelen lesz, úgyhogy sorry. Tehát a lényeg az, hogy sokkal, de sokkal aktívabban és jókedvűen szeretném ezeket az élőadásokat tartani, pörgősebbre, stb. Nagyon sok tematikát szeretnék változtatni, amit jelen pillanatban én 6 órában nem bírnék el. Lehet, hogy azért, mert 33 éves vagyok, és bár nem mondanám magam öröknek, de attól függetlenül nem vagyok 18 éves, nem vagyok 15 éves, 14 éves, aki hazajön az iskolából, és az meg 12 órát le tud még ülni játszani, mert egyszerűen gyerekem van, családom van, fáradt vagyok, hullik a hajam, mit tudom én, beteg vagyok, fáj a derekam, elmegyek edzeni, meghal egy rokonod, nem hal el, szóval nagyon sok minden tudja ezt módosítani. És hát egyszerűen fizikailag én képtelenek tartom magam arra, és szerintem egyébként, ahogy elnézem, nem csak én, hanem gyakorlatilag a streamereknek a 80%-a szerintem képtelen erre, sőt lehet, hogy 100%-a, bár kivételek mindig vannak, aki egyszerűen nem tud 6 órát végig, meg 8 órákat, meg 10 órákat végig pörögni így. Úgyhogy arra a döntésre jutottam, hogy a kecske is és a káposzta is jó legyen, és nagyon bízom benne, hogy mögém fogtok állni, és támogatjátok ezt az egészet, hiszen manapság már sokkal, de sokkal könnyebb egy platformot váltani, mint mondjuk volt 4 évvel ezelőtt. Amikor én idejöttem Facebookra, engem lehazugoztak, leszemeteltek, eladtad magad, szemétjusú, geciusú, rohagy meg, itt hagyod a nézőidet, stb. Ez volt. Ezek mentek. Amikor átmentem a YouTube-ról Twitch-re, akkor betámadott a gyereksereg, és én voltam a világ ellensége, sőt, azok a streamerek, akik ugye átmentek annó Twitchre, a világ ellenségei voltak, rohadt szemetek, eladták magukat, pedig semmivel nem kerestek többet egyébként, mint a YouTube-on. Sőt, úgyhogy innentől kezdve mondja azt nekem valaki, hogy én eladtam magamat, vagy hogy én bármikor is a pénz motivál, hiszen gyakorlatilag egy olyan fix összeget hagyok ott, most jelen pillanatban a Facebookon a semmiért, a nulláért, amiből más meg tud élni egy hónapig, de lehet, hogy kettőig. Úgyhogy ezúton is szeretném azoknak az embereknek a figyelmét felhívni, akik bármilyen ilyesfajta dolgot mondtak rólam, hogy azért nem ártana ezt a dolgot átgondolni és kicsit mögé nézni a dolgoknak. Hiszen én azt gondolom, hogy pont én vagyok az az ember, akit soha nem a pénz motivált elsősorban, hanem a ti szórakoztatásotok. És ez most is így van. És pontosan ezért van az, hogy igazából ameddig tudom, hozzáteszem, ameddig tudom, addig nyilván én a saját tartalékaimat fogom fölélni, és abból fogom pótolni nyilván azokat az időket, ameddig mondjuk a Twitchből, ha egyáltalán meg fog az történni, hogy lesz annyi bevételem, hogy mondjuk el tudjam tölteni, vagy tartani a családomat, vagy nem. Ezek nagyon érzékeny dolgok, de szerintem van közöttök hozzá, igazából azért is beszélek ennyire erről a pénzes témáról, mert szerintem ezek nagyon fontos dolgok, és csak szeretném, hogy tudjátok és lássátok azt, hogy nem magamat szeretném ezzel fényezni, de ez egy nagyon-nagyon erős döntés volt szerintem, még nekem is egyébként, mert gyakorlatilag a biztos anyagi megélhetésemet teszem jelen pillanatban kockára. Ami két dolgot eredményezhet,
Az egyik az, hogy vagy beválik, vagy nem válik be. Nagyon szépen köszi Regi az 50 csillagot, én nagyon örülök ennek a választásnak, plusz egy régi néző. Nagyon szépen köszönöm Regina, tényleg nagyon-nagyon jól esik. Szóval a lényeg az, két helyen egyszerre nem lehet, nem, és nem is nagyon szeretném megosztani az embereket. Viszont ezután lesz egy nagyon-nagyon jó örömhír még nektek, bár szerintem egyébként ez sem annyira rossz. Szia Korti, hello, hello, ciao, ciao. Úgyhogy ezek azok a dolgok, amik szerintem tükörbe tud nézni egy ember, és nem arra megy, hogy tényleg minél több pénz lehúzzon a nézőitől, hanem pont tegnap néztem bele a tükörbe legalább negyed órán keresztül, fürdés után, mesztelenül, ahogy az anya természet mondja, és gondolkoztam el azon, hogy igazából mi legyen a mai nap, mert hogy a B-verzió az volt, hogy becsukjuk az ajtókat, és akkor megyünk tovább, de nem az élőadásokra, hanem csinálom, amit igazából csináltok ti is, bemegyek egy munkahelyre, és dolgozok. Hát igazából úgy voltam vele, hogy próbáljuk meg. Két közösséget én már felépítettem egy YouTube-os közösséget, felépítettem egy Facebook-os közösséget, ami aztán igazából a platformnak köszönhetően, és nyilván abból adódóan, hogy nagyon-nagyon sok órát kellett streamelni, gyakorlatilag lejtmenetbe indult, kár ezt is tagadni, nagyon sok részem van benne, tudom nagyon jól, de azt is meg kell, hogy értsétek, hogy egyszerűen fizikailag elfáradtam. Tehát nem tudtam 6-8 órán keresztül azt a szintet hozni, mint mondjuk ide jövök és másfél órán keresztül, mert egyszerűen lehetetlen. Úgyhogy ennyi. Ezért van az, hogy például ugye bejöttek ezek a régebben a tarkóvos élőadások. A tarkóvos élőadás nekem egy abszolút pihenés volt, tehát ahol leginkább a játékra kellett koncentrálnom, és idézőjelben csak játszanom kellett. A Warzone is egy hasonló játék volt nekem, egy pihenés igazából, ami leginkább arról szólt, hogy tényleg úgy, hogy kikapcsoljak, és a barátaimmal játszak például, vagy veletek játszak, mert hogy egyszerűen nem bírom fizikailag, mert nagyon-nagyon fárasztó, tényleg nagyon-nagyon fárasztó dolog ez, és ez így hosszú távon tartatatlan. Tehát én jó élőadásokat, azokat az élőadásokat szeretném megtartani, mint régen, azokat a bohockodós, jókedvű, beszélgetős, pörgős csetes témákat szeretném inkább csinálni, rengeteg-rengeteg újdonsággal, és ezt napi 6 órában nem tudom megcsinálni jelen pillanatban itt a platformon, és mivel kényszerítve vagyok arra, hogy itt 6 órát streameljünk, ezért akkor úgy voltam vele, hogy akkor lépünk. Na, úgyhogy ennyit ezekről a dolgokról, mindjárt megyek a másik szorira, mert még lesz még nagyon-nagyon fontos híre, aminek szintén még örülni fogtok, és innentől akkor már a hangulat felfele megy, remélem. Úgyhogy srácok, nagyon-nagyon fontos dolog, 2022. január 1-től az első élőadás 16:00-kor lesz, Twitch-en fog megtörténni, a Jusu TV-s Twitch oldalon. Egy viszonylag könnyebbséggel indulunk, mint mondjuk nulláról kellene kezdeni, ugyanis nekem már anno volt egy hónapom a Twitch-en, ami azt jelenti, hogy nem nulláról fogunk tulajdonképpen nekiindulni ennek a dolognak, hanem nem tudom, ilyen 5000-6000 emberről. Ha jól emlékszem, akkor a Facebooknál 4000 emberről indultunk másfél éve. Meglátjuk, hogy itt mi fog történni. Úgyhogy aki szeretné, és aki a továbbiakban szeretne velem tartani, és élőadásokat nézni, akkor ajánlom figyelmetekbe a Jusu TV-s Twitch csatornát, ami januárban fog gyakorlatilag megnyílni, ez január 1-én lesz. Megmondom őszintén, hogy ezt az egy hónapot, ezt szégyen vagy nem szégyen, de én le fogom vegetálni. Tehát mondhatnám azt is, hogy őszintén szólva alibi streameket fogok csinálni, ami olyan lesz, hogy tehát nem fogok megrohadni. Na, maradjunk ennyiben. Nekem van egy fix óraszámom, amit még ebben a hónapban letolok. Ezt én igazából letolom. Jól fogom érezni magam veletek.
de a világot a decemberi hónapban nem fogjuk megmenteni, és nem fogjuk megváltani sem. A lényeg az ez. Jön a karácsony, jönnek az ünnepek, attól függetlenül leszek mindig, tehát a 2021. december 31-e éjfélig az íróadások továbbra is a Facebook oldalon fognak menni, és utána fogunk átváltani a Twitch oldalra. Atikám, most tettem le oda a rögzített hozzászólásba, Bástya. Úgy, ott van. Úgyhogy remélem, hogy nagyon-nagyon sokan velem még nem menjetek sehova, mert van még egy nagyon fontos információ, aminek nagyon fogtok örülni. És akkor innentől jönnek majd azok a dolgok, hogy mik fognak változni, illetve mik azok az örömteli dolgok, amivel színesebbé fogjuk tenni ezeket a dolgokat. Plusz egy követőd van a másik platformon, sok sikert a továbbiakban is. Nagyon szépen köszönöm, Tivikém. Szóval igazából most elég erőteljesen fogok fogalmazni, de szerintem az őszintesség a legfontosabb dolog. Innentől kezdve rajtatok áll, hogy én meddig fog streamelni. Tehát innentől kezdve mindenki, aki szeretné, hogy élőadásokat tartsak, akkor ne felejts el bekövetni a Twitch csatornát, ne felejtsen el néha ott lenni, mert egyrésztről nagyon jól esik, hogyha velem vagytok, hogyha írtok pár szót, bármit is, illetve hát tulajdonképpen ezen fog múlni azt, hogy én mennyit fogok streamelni. Mármint nem csak óraszámban, hanem innentől kezdve. Mert ugye nyilván nekem fel kell építeni valamit, nekem is vannak tartalékaim, ami tartalékokat én most teljes mértékben erre fogok félre rakni. Tehát a bevételeim az tulajdonképpen a jövő januárban úgy fog kinézni, hogy 0 forint. Tehát innen fogunk indulni. Félreértés ne essék, itt nem a támogatásokon van a hangsúly, és nem azt mondom, hogy gyertek és tartsatok el. Nem, egyáltalán. Gyertek és legyetek ott az élőadáson. Ennyit kérek összvíz. Tehát én senkitől soha nem kértem pénzt, nem is fogok pénzt kérni, mert az elveimmel ellenbe megy. Nagyon szépen megköszönöm mindenkinek, aki támogat, csillagok, szubok, a Facebook, vagy a Twitch-en, majd bitek, vagy bármilyen formában, ezt majd úgyis át fogjuk beszélni egy videóban, hogy miket lehet csinálni. De alapvetően a legfontosabb dolog az az, hogy ott legyél a streamen, hogyha élvezed. Adj neki egy lehetőséget, és akkor onnantól kezdve majd eldöntöd, hogy te szeretnéd a továbbiakban ezt nézni, vagy nem. Én nagyon-nagyon örülnék, hogyha lehető legtöbben lennétek ott ezen az élőadáson, hiszen még egyszer mondom, addig fogom tudni ezt csinálni, amíg velem vagytok. Csak hogy értsétek, ha minél többen vagyunk az élőadásokon, gyakorlatilag annál több lehetőségem nyílik nekem is arra, hogy tovább tudjam ezeket az élőadásokat csinálni, hogy értékes nyereményjátékokat tudjunk csinálni, hiszen a szponzorok, legyünk őszinték, manapság minden az pénzről szól. Minden arról szól, hogy egy cég ránéz az élőadásra, és azt mondja, hogy hát igen, ebbe valamennyit investálunk, mert mondjuk itt vannak, nem tudom, 300-an, vagy 200-an, vagy mit tudom én, 400-an. És akkor ő ebbe beleáldoz. És amit ő beleáldozott, abból egyrészről én fent tudom tartani az élőadásokat, másrészről tudok nektek olyan nyereményjátékokat készíteni, amikből ti is profitáltok. Tehát ez a win-win szituáció. Tehát te úgy is fent tudsz tartani egy csatornát, ha igazából nem küldesz be semmilyen pénzösszeget, csak ott vagy. Mert az is nagyon-nagyon sokat segít egy streamernek. Nyilvánvalóan az is nagyon-nagyon sokat segít egy streamernek, hogy te bedobod a csatorna támogatásodat, hogy igen, oda teszed magad, hogy te bizony beleállsz abba, mit tudom én, havonta $4, ami egyébként nem egy világ megváltó összeg, hozzáteszem, vagy abba az 500 forintos Facebookos csatorna támogatásba, amit igazából lehet, hogy te ott hagysz mondjuk a kocsinak az ülése alatt, vagy bármi, hogyha egyébként mondjuk megteheted azt, hogy mondjuk 500 forintot félredobjál, vagy bármi, mert abból a sok 500 forintból
például más tudja csinálni a streameket, tehát hogy ki tudja fizetni a dolgokat, tud venni egy számítógépet, le tud ülni és tud élőadást tartani, van egy mikrofonja, amiben tud beszélni, van egy webkamera, ahol látod, ezek mind pénzbe kerülnek, és ezt mind egy streamernek elő kell teremtenie. Úgyhogy kár, kényes téma ez egyébként, tudom, hogy az, de érdemes ezekről is beszélni szerintem, mert ez a helyzet jelen pillanatban. Tehát ilyen egyszerű, nincs értelme tovább zavarni ezt. Na, és akkor, hogy válaszoljak Robinak a kérésére, illetve Zolinak, hogy, vagy nem tudom, hogy ki volt az, aki kérdezte, hogy vissza lehet-e nézni a... Nagyon szépen köszönöm a Twitch-es követéseket, srácok. Szóval, hogy vissza lehet-e nézni az élőadásokat. Ezt tudjátok nagyon jól, hogy én igazából nagyon ismerkedős emberke vagyok. Viszonylag nyitottan állok mindenkihez, az alkatomból és a jellememből kifolyólag. Talán túl nyitottan is állok egyes emberekhez hozzá, akik nem feltétlenül érdemlik meg. De attól függetlenül úgy vagyok vele, hogy mindenkinek jár egy lehetőség, és nem tartom magamnak sem fejebbvalónak, sem semmi másnak. Egy szimpla, normális ember vagyok, kis Norbert, aki leül a monitor elé, a webkamera elé, és nektek tart élő adásokat. Semmivel nem vagyok másabb, mint ti. Pontosan ezért vannak nézőjátékok, pontosan ezért viselme le azokat, hogy egyszerűen a nézőjátékok is néha katasztrofálisak, mert tényleg azok. De egyszerűen miért ne játszhatnánk együtt, vagy bármi, hiszen semmivel nem vagyok több, mint ti igazából, sőt, mondhatni kevesen vagyok, mint ti, mert hogy a nézők tartják el a streamert. Ezt akárhogy is nézzük, ez így van. A nézők miatt tud egy streamer leülni, egy néző miatt tud beülni a székébe és nézni a webkamerája elé, úgyhogy én azt gondolom, hogy ti vagytok a többek, nem pedig én. Nagyon sok ember példát fordítva gondolja, hogy a streamer, úristen, nem, te vagy az az ember, aki leülsz és nézed a streamert, és te szánod rá az idődet, te szánod rá a pénzedet, te szánod rá az energiádat, úgyhogy ez tényleg ilyen furcsa dolog, de igazából ti vagytok a hősök, de a streamerek, mert hogy a streamer nélkületek mit sem ér. Ha te nem mész oda és nem nézed az élőadást, se fog élőadást tartani, hidd el nekem. Úgyhogy ez egy ilyen dolog. Ámen. Szóval ezekben a dolgokban, pontosan ezekért a dolgok miatt, hogy ilyen nyitottan álltam ezek az dolgokhoz, megismertem olyan embereket, akár a cseten, akár személyesen, mint például Takó, vagy még annyi embert mondhatnám a Cortest is, aki most nem tudom, hogy itt van-e, de ő még a YouTube-os dolgaimban nagyon segít. Nagyon-nagyon sok olyan barátot szereztem, akikkel lehet, hogy nem beszélgetek nap-finnap, viszont szerintem, hogyha 5 év múlva is nulla beszélgetés után akár csak két szót váltunk, szerintem tudjuk ugyanott folytatni, ahol eddig. Ez a Petercsák Dóriékra is vonatkozik, vagy arra az egész Lolos bandára, akik anno a moderátoraim voltak, és most fogalmam sincs, hogy mi van velük, de attól függetlenül ugyanazzal a szeretettel gondolok rájuk, és ugyanezzel a szeretettel fogok rátok is gondolni, attól függetlenül, hogy ti itt vagytok-e vagy sem, hiszen nagyon-nagyon sok jó időszakot adtatok nekem, amit én szeretnék nektek meghálálni nagyon-nagyon jó és pörgős élőadásokkal a Twitch platformon. Úgyhogy remélem, hogy januárban velem fogtok tartani, remélem, hogy felnőtt emberek módjára fogjátok ezt kezelni, hiszen azért beszéltem veletek ilyen őszintén, mert itt a többség már felnőtt, és szerintem értitek, hogy miről próbálok nektek itt pofázni, és nem feltétlenül a negatív dolog lesz, hogy most megszoktam ezt a platformot, akkor ott kell menni másikra. Ez csak egy platform. Semmi több. Egy szaros platform. Úgyhogy szerintem, hogyha továbbra is, ha jól érezted magad, és hogyha ha tényleg úgy voltál vele, hogy igen, azért voltak olyan pillanatok, amikor jól érezted magad, akkor szerintem felnőtt emberként meg fogod tudni nyomni azt a követés gombot, és hogyha esetleg nincsen Twitch-es regisztrációd, akkor csinálsz egy Twitch-es regisztrációt, amit egyébként felnőtt emberként
már el lehet várni, mint például nem biztos, hogy egy 8 éves kisgyerektől, aki mondjuk YouTube-ról megy át Twitch-re, el lehet várni, de talán egy felnőtt embertől, hogyha szereti ezt a közeget és szereti az élőadásokat, akkor talán-talán megbirkózik ezzel a gondolattal. Úgyhogy én nem fogok leállni vitatkozni, majd mindenki el fog mondani mindent. Úgyhogy két dolog van, két dologra akarok még veletek beszélni. Az egyik a Facebookos szubok, hiszen a Facebookos szubok gyakorlatilag megmaradnak. Itt mindenki el tudja dönteni, hogy ezekkel a szubokkal mit csinál. Valószínűleg lesznek minimális Facebook tartalmak, addig, ameddig a Facebook szubok megvannak. Nyilván én azt is megértem, hogyha nem, mert nincsenek meg, visszamondod, két opciód van, az egyik, hogy teljesen visszamondod, a másik, hogy áthozod Twitchre. A másik az, hogy itt hagyod az egyiket, és csinálsz egyet Twitchen is. Ezt mindenki döntse el magának, hogy szeretné. A Facebook szubolási lehetőség egyébként megmarad, ha jól tudom, és lehet majd ezekkel művelni. A csillagokat talán már nem fogtok tudni küldeni, de még ebben a hónapban igen, de azt is lehet, hogy tovább, de ne küldj egy csillagot úgy, hogy nincsen itt élő adás. Mondom, a csatorna támogatást lesznek, azt mindenki eldönti saját magának, hogy ő meg szeretné itt tartani, vagy nem szeretné megtartani. Mindenkinek magára van bízva, és senkivel nem fogok rossz szájízzel nézni, vagy gonoszán, hogy dehogy is, döntsétek el. Nincs ezzel semmi probléma. Twitchen is ugyanúgy van csillag lehetőség, ott nem csillagnak hívják, hanem bitnek hívják. Twitchen is van csatorna támogatási lehetőség, nem csatorna támogatásnak hívják, hanem subnak hívják. Tehát mindent ugyanúgy a továbbiakban tudunk csinálni, ahogy eddig csináltuk. Annyival, hogy igazából hát nagyon sok fog múlni azon, hogy ezt meddig fogom tudni csinálni tulajdonképpen januártól, hiszen ez attól függ, hogy a tartalékaim mennyit fognak ebből az egészből engedni. Mennyire gyorsan tudok szponzorokat szerezni, mennyire vagytok ti is nyitottak arra, hogy egy másik platformon esetleg csatornatámogatók legyetek, bittel segítsétek a csatornát, stb. Tehát ez igazából mind még nekem is egy kurva nagy kérdőjel, de én mindig is bátor embernek tartottam magam, és most sem lesz ez másképpen, úgyhogy nem szeretném ezt. Majd jöhetnek a hype vonatok, rengeteg hype vonat van, rengeteg olyan lehetőség van, amivel sokkal élvezetesebbé tudjuk majd tenni a streameket, pörgősebbé, és ami a másik fontos információ, vissza fog jönni 2021 22. január 1-től a GT5 is majd a csatornára. Fogunk csinálni egy teljesen új évadot, de ezt már a Twitch-en. Valószínűleg az első adása meg lesz Facebookon az utolsó nap, és utána másnap már ezek Twitch-en fognak folytatódni. Viszont egyetlen egy dolgot szeretnék tőletek kérni. Kérlek, értsétek meg, hogy nem fogok tudni minden nap GTA-ötözni. Nem is nagyon szeretnék, nem is akarok, és nem is fogok minden nap GTA 5-t, azért viszont lesznek jó számmal GTA 5-ös élőadások, de úgy lesznek olyan időközönként, amígre azt mondom, hogy élvezetes élőadásokat tudok csinálni, és nem feltétlenül csak abból áll az egész, hogy fölmegyünk, aztán nyitott szájjal ott állunk, és nézzünk magunk elé. Tehát ezt majd még nekem is ki kell találnom, de lesznek, és vissza fog jönni a GTA 5-ös időszak is. Keresünk egy szervert, keresünk támogatókat, akik támogatni fogják a csatornát, a Twitch-es csatornát, keresünk olyan cégeket, olyan szervereket, vagy mit tudom én, amiből úgy nagyjából úgy ki tudjuk egyengetni a dolgokat, és a káposzta és a kecske téma szokás szerint megmarad. Egy másik fontos információ, ami leginkább a takóhoz köthető, az pedig nem más, hogy tudjátok, hogy nekem a takó hát az évek során jó barátom lett, és múltkor volt egy komment, ami egy kicsit érdekes komment volt, talán-talán butaság, de valahol mégsem. Az pedig, ha jól tudom, így szólt, hogy te fizetsz a takónak azért, hogy veled játszik. Nem feltétlenül pont így volt a kérdés, szóról-szóra, de gyakorlatilag valami hasonló dolog volt terítékem. Tehát megkérdezte azt, hogy igazából a takó pénzért játszik velem, vagy nem. És a takó soha nem játszott velem pénzért. A takó azért játszott velem, mert jó barátok lettünk, jól érezzük magunkat egymás társaságában, no homo, de tényleg így van, tehát én szeretek vele játszani, ő szeret velem játszani.
és igazából elröhögünk. Tehát attól függetlenül, hogy néha-néha tudjátok, megy azért a finom adok-kapok, úgy finoman, úgy bele-bele marunk a másikba, attól függetlenül nagyon jó barátságban vagyunk, és sok mindent megbeszélünk egymással. És volt már arra precedens igazából a streamer életben, hogy valaki megfog valakit, és behúzza maga mellé, és éppenséggel segít neki, vagy egyszerűen egy közös célért megpróbálnak együtt dolgozni, mint a normális barátok, igen. És én úgy gondoltam, hogy Takó egy olyan normális barát lehet, akivel, hiszen gyakorlatilag ő az egyik olyan ember, mondhatnék még egyébként egy párat, ott a Norbi, aki ugye most megint föltűnik az élőadásokban, akinek szintén nagyon-nagyon sok, és őt is egyébként barátomnak tekintem, és még mondhatni egy jó párat. Úgyhogy én úgy voltam vele, hogy én a Takóval szeretném egy kicsivel komolyabbra fűzni a idézőjelbe kapcsolatomat, és szeretném bevonni ebbe az egészbe úgy, mint nem azt mondom, mint egy 100%-os partner, de felajánlottam neki a YouTube csatornámat tulajdonképpen, hogy mivel én ugye nem tarthatok élőadásokat a YouTube-on, hiszen kizárólag Twitch-en fogok streamelni, ezért úgy gondoltam, hogy viszont Takó tarthat. Úgyhogy valószínűleg lesznek olyan játékok is, amikor egyszerre fog majd menni a Twitch és a YouTube csatorna, viszont nem én fogok streamelni, hanem valószínűleg a Takó. Ezt még nem tudom, videók formájában biztos, hogy meg fogunk jelenni a YouTube-on együtt, hiszen videóban én lehetek, azzal nincs probléma, élőadást nem tartatok ugye Twitch, YouTube-on, vagy bármelyik más platformon, úgyhogy valószínűleg ezt úgy fogjuk majd áthidalni, és hogy segítsek is Takónak, és hogy egyébként úgy nagyjából úgy próbáljunk meg brandet építeni, hogy egyrésztről ollózzunk egyet, Ati, másrésztről meg lehetőségetek lesz majd a YouTube csatornán egyszer-egyszer Takót is látni, akár külön streamben is. Külön megjelöléssel, hogy a Takó fog streamelni, valószínűleg nem akkor, amikor majd a Twitch-en fog menni az élőadás, tehát a kettő nem fogja egymást ütni, viszont ha van kedvetek, akkor nem tudom, hogy láttátok-e már egyébként. Aki egyébként egy kicsit szemfüles volt, és volt olyan ember, aki szemfüles volt, és megkérdezte, hogy mi ez az új banner például a YouTube-on, akkor annak feltűnhetett egy bizonyos kép, ami ugye így néz ki. Nagyon szépen köszi a lájkot. Szerintem ez a kép ez nagyon sok mindent elmond a további dolgokról itt a YouTube-on. Úgyhogy remélem, hogy ezt is élvezni fogjátok, és még rengeteg olyan dolgot szeretnénk együtt csinálni, én is külön, meg mondjuk ő is, meg együtt is, amiből szerintem legalábbis a cél az, hogy ti profitáljatok leginkább. Úgyhogy nehéz dolgok voltak ezek, nagyon sok mindent kellett gondolkozni, nagyon sok mindent kellett átgondolni, és alapvetően át kellett formálni tulajdonképpen az egész Jusu TV-s gondolkodás módot, az eddigi streameket, és szerintem ebből még jól is kisülhet, de még egyszer mondom, ezt is kelletek. Úgyhogy remélem, hogy nagyon-nagyon sokatok fog, illetve nagyon-nagyon sokatokkal fogok még találkozni. Nem sokára egyébként jövök vissza, nagyjából egy fél óra múlva majd, és folytatjuk tovább még ugye decemberi élőadásokat, de még egyszer mondom, hogy nem fog belerokkanni. Tehát nem is az a cél. El leszünk, néha fogunk egyébként még itt a Facebookon is erpézni, egyszer-egyszer. Tehát még ebben a hónapban, decemberi hónapban minden megy úgy, ahogy eddig, a megszokott ütemben. És utána pedig januártól átmegyünk a Twitch-re. A Twitch-nél két dolgot szeretnék nektek megmutatni, és ami szerintem fontos lehet nektek, mert van például olyan ember, aki mondjuk nem ismeri, vagy bármi. Tehát alapvetően ugye rákattintasz arra a linkre,
amit oda letettem nektek a chatbe, de mindjárt berakom még nektek egy pár szót, de egyébként ott van a rögzített hozzászólásokból is. De egyébként szerintem nagyon-nagyon sokatoknak nem kell bemutatni, de a lényeg az, hogy egy pár dolgot azért úgy átbeszélünk rajta. Szóval itt van egy olyan, hogy bejelentkezés és regisztráció. Egyébként telefonos applikáció is van rá, úgyhogy akinek például nincsen számítógépe vagy valami, és fél attól, hogy nem tudom, telefonon nem tud nézni, ott van telefonon a Twitch-es, a Play áruházba le tudjátok tölteni a Twitch-es telefonos applikációt, amit hogyha megnyitsz egyből, ha ügyes vagy, akkor még én jövök föl neked. Úgyhogy ugyanúgy egy kattintásra fogod tudni nézni a streameket, ugyanúgy jönni fognak az értesítések, sőt remélhetőleg sokkal több fog és sokkal jobban. A lényeg az, hogy a regisztrációnál nyilván ennyit kell kitölteni, tehát nem egy nagy-nagy bonyolultság, még egyszer mondom, felnőtt emberek vagyunk, úgyhogy szerintem ezt nem kell tovább magyarozni, nem 8 éves kisgyerekek vagytok, vagy 5, vagy 3, a bejelentkezés meg a bejelentkezés nyilvánvalóan. Rengeteg-rengeteg olyan lehetőség van, amivel például tudjátok támogatni a csatornát, de igazából ezekkel most nem fog foglalkozni, mert egyrésztről baromira ráér, másrésztről nem is ez a lényeg. De hogyha mondjuk valaki leszeretné váltani a... Jaj, mindjárt be kell lépnünk. Na jó, mindjárt majd belépek. Szóval a lényeg az, hogyha ide jöttök, akkor... Ja, most eltakartam a izéket? Nem, itt vannak. Egy pár dolgot, ezt majd nem sokára majd meg fogom csinálni, meg össze kell majd rakni. Ugye itt eléritek a subot, itt, hogyha rákattintasz, akkor egyből bejön neked majd a sub, hogyha megvagy. Itt van egy olyan lehetőség, ahol közvetlenül levonások nélkül tudtok küldeni támogatásokat a csatornára, ez is egy kattintással el tud érni, tehát ebből sem a Twitch, sem a Facebook, se semmi nem kap, ez 100%-ig ugye én kapom meg. Itt egy YouTube, itt az Instagram, itt a Facebook, és ugye itt lesznek a bitek, amik most nem vagyok belépve. Hát valaki írt valamit, szia. Ja, de nem tudok beírni, mert nem vagyok belépve. De örülök neki, hogy már van itt, aki írt ide. Szóval a lényeg az, hogy itt lesznek majd a bitek, stb. A bit ugye egyenlő a csillaggal, stb. Szóval rengeteg olyan lehetőség van, amiből ki tudunk indulni. Hype vonatoktól, subgiftektől kezdve, különböző, hogyha valaki játszik, akkor a Twitch-nél rengeteg olyan játék van, ahol lehet droppokat szerezni, különböző tartalmakra. Szóval nagyon-nagyon sok lehetőség van, amiben messze-messze jobb és tartalmasabb és segítőbb előadást lehet csinálni, mint mondjuk a Facebookon. Egyetlen egy dologra szeretnék felhívni a figyelmeteket, ha bármilyen kérdésetek van a Twitch-el kapcsolatban, hogy szeretnétek jönni nézni, és valami nem működik, kérdésed van bármi, akkor egyrésztről használjuk fel a chatet, és segítsetek légy szíves egymásnak abban egy közösségként, hogy ez minél könnyebben tudjon menni, hiszen hogyha neki segítesz, akkor nekem is segítesz igazából, úgyhogy ezt léci tartsátok így, és eképpen viszonyuljatok egymással. Hát nem fog, erre ki fogok találni valamit, Jani. Erre ki fogok találni valamit. Nem tudom még, hogy mit, de valamit igen. Nagyon szépen köszi a 35-öt, Jocinak a 45-öt. Úgyhogy valami lesz, jó? Ezekkel nem tudom még, hogy mi, de valami biztos, illetve a csatorna támogatók Facebookos zárcsoport az megmarad, és teljes mértékben átalakul. Tehát aki esetlegesen úgy gondolja, hogy akar maradni, és nem tudom még, hogy mondom, lesz-e lehetőség, vagy nem, én úgy tudom, hogy lesz lehetőség, hogy maradjatok ott is, akkor ott lesznek külön bejelentkezések és külön dolgok azért, hogy azokat az embereket, akik a 2 éven keresztül folyamatosan támogattak, és mondjuk a Facebook oldalról támogatnak, azokat valamilyen úton, módon kárpotok. Rengeteg dolog lesz egyébként. Már egy hónapja dolgozom ezen, nagyon sok munkám van benne, nagyon sok újdonság lesz, és nagyon-nagyon jó lesz szerintem. Úgyhogy megéri, szerintem. Jó? Úgyhogy nagyon szépen köszi a Frösszeg követést, plusz ki lesz írva majd mindig, és hogyha vannak ismerőseitek, vagy bármi, akkor ne felejtsétek előtt is emlékeztetni, hogyha mondjuk tudod, hogy néz engem, hogy ne felejts el, hogy, mert hiszen az élődás nem mindenkihez fog elérni. Bazsi, nagyon szépen köszi a 144-et, Fater!
Köszi szépen. Úgyhogy segítsetek egymásnak abban, hogy minél könnyebben és minél gördülékenyebben tudjanak engem ott a Twitchen is megtalálni az emberek. Tényleg nagyon-nagyon sokat számít, és leginkább hozzátok beszélek most, akik most itt voltak, és vagy most még itt vannak, hiszen azokat az embereket érdeklem én igazából valószínűleg leginkább. Úgyhogy tényleg, hogyha segítetek egymásnak, akkor rajtam is segítetek, nekem is segítetek, amit nagyon-nagyon szépen köszönök. Úgyhogy nagyjából ennyi lett volna, tehát két dologban lesz. Facebook 2021. december 31-éig, Twitch start nap 2022. január. Valószínűleg nem elsője, hanem másodika, megengeditek, mert valószínűleg 31-én berúgok, mint a disznó, hiszen egyrésztről nem igazán szoktam berúgni, másrésztről meg azt gondolom, hogy kelleni fog, hogy elstartoljunk ezzel az évet, hogy rongyá iszom magam, hiszen annyi-annyi bizonytalanság vár rám gyakorlatilag 2022-be, hogy hát nagyon-nagyon sok. Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy mit hoz az élet. Meglátjuk. Igazából nagyon sok minden rajtatok fog múlni, úgyhogy mondhatni, hogy hátradőlök és várom, hogy mit csináltok. Ennyi. Na, úgyhogy jövök vissza. Nem sokára, egy fél óra múlva. Az asszony majd eldönti, ne lesz, nem azt jövesz. Ja, lehet. Na, úgyhogy az a lényeg, hogy találkozunk akkor 2022. január 1-től Twitchen, illetve most pedig jövök vissza, és mintha mi se történt volna a decemberi élőadásokat, még letoljuk gyakorlatilag egy nullás, hogy is mondjam ezt? Megpróbálok pihenni, miközben streamelek, szintű dolog lesz, hogy januárban, a Twitch-es időszakban nekirongyoljunk, és menjen minden. Jó? Úgyhogy jövök vissza gyakorlatilag egy fél óra múlva. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm előre is mindenkinek, aki mondjuk beköveti a Twitch-et, vagy ott lesz velem majd a Twitch-en is. Nem állt rákészülni egyébként. Van gyakorlatilag fél hónapotok, sőt egy hónapotok arra, hogy mondjuk letöltsétek, regisztráljatok rá, megkeressétek, bekövessétek, stb. Illetve a holnapi naptól fog indulni egy nyereményjáték is, aminek köze lesz a Twitchhez is, de ezt majd holnap mondom, posztolva lesz Facebookon már valamikor kora délután, és oda is majd lehet jelentkezni. Jó, végre ott lesz a házacska is, amit ugye ígértem még a számítógép szereléseknél, a ház is ki fog menni, fejhallgatók, mikrofonok, nagyon-nagyon sok minden nyeremény lesz majd, amivel esetleg még karácsonyig tudtok, és egy ilyen kis pótkarácsonyi kis ajcsi lenne tőlem. Remélem, hogy tetszeni fog nektek, úgyhogy holnaptól indul egy nyereményjáték, ez december 30-án lesz sorsolva, 29 vagy 30, most nem tudom, hogy melyik milyen napra esik, de jön, jó? Na, majdnem meg volt a két év pedig. A két év az ugyanúgy meg lehet, Rolikám, tehát te ugyanúgy fogod tudni követni a Facebookot, te ugyanúgy maradhat csatornatámogató, és ugyanúgy tudod a napokat gyűjtögetni. Tehát azzal, hogy te itt maradsz mondjuk csatornatámogatóként, vagy Facebook követőként, hogyha esetleg valamilyen úton folyvást az lesz, hogy egy év múlva ide keveredünk, vagy bármi, ki tudja, mit hoz az élet, akkor az ugyanúgy fog számítani. Hát ott van például Halasi Ádi, neki 4 éves Facebook követése, úgyhogy én 2 éve tartok Facebookon élőadásokat. Szóval ezek nem mennek el. No para. Na, úgyhogy próbáljátok meg ezt felnőtt gondolkodásmóddal átgondolni, hiszen nem vagytok már ti sem gyerekek. Szerintem menni fog, bízom benne, mert azért tudom, hogy van ott gógyi. Úgyhogy ettől a részétől nem igazán félek. Na, gyerekek, én nagyon-nagyon szépen köszi a figyelmet. Ez a videó fel fog kerülni YouTube-ra is, úgyhogy oda se felejtsetek el dobni egy lájkot, illetve egy... Jönnek a zsaruk? Jó Isten! Ez itt szirénázik? Wow, az nem semmi. Na, jönnek a zsaruk, skacok, mennem kell, mert lefoglalják a gépeket. Nagyon szépen köszi mindenkinek a figyelmet, nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok ebben az egy órában. Itt van TV per Jusu TV, nézzétek meg! Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki megnézte ezt az élőadást, és
és érdekelte az, hogy mi lesz velem, és remélem, hogy átment az, amit én ebben az egy órában mondtam nektek, hiszen szívemet, lelkemet beleadtam, és őszintén beszélgettem veletek, remélem, hogy ezt értékeltétek, és találkozunk nem sokára. Csók a családnak, puszi-puszi, sziasztok, ja, és a Tarkov is vissza fog jönni a GTA 5 mellé. Sziasztok!